Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, szeretném megemlíteni újra a Valentin napi akciót. Most időben meg tudjátok rendelni, és így megkapjátok időben a videót. Ez egy kedvezmény, ebben van egy szerelmi kirakás, egy szerelmi jóslás, és ehhez jön még egy asztrológiai elemzés, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. A díjam ennél az akciónál 5000 forint. Ebben benne van mindkettő. És most megtekintjük azt, mi történik pénteken. Ennél a kombinációnál két királynő látható. Ez mutathatja a mi büszke tartásunkat, de az is előfordulhat, hogy ez egy külső hatás, és valaki megpróbál uralkodni rajtunk. Az egyik királynő az mutatja az érméket, tehát a föld elemét, itt anyagi dolgokról van szó, munkahelyi viszonyokról, és arról is, hogy valósítsuk meg a terveinket. A felső képen látható királynő az utal a tűz elemére, az jelenti a mi bátorságunkat, és azt is, hogy valami lelkesít bennünket, de nem szabad elsietni a dolgokat. Bal oldalon alul látható egy személy, aki befele tekint. És pontosan ez lenne a jó tartás a mai napon. Egyrészt ne hagyjuk azt, hogy mások uralkodjanak rajtunk, azon kívül figyeljünk oda, mi lelkesít bennünket, hogy tudnánk ezt megvalósítani, de még ne tegyünk lépéseket. Erre utal alul ez a kártya. Nem csak ezt mutatja, hanem a kelyheket, ami az érzelmekre utal, az alul lévő három kehely a múltat jelenti, ott folynak a könnyek, van egy kis szomorúság, ezt le kell zárni, és várni addig, amíg akcióba léphetünk. Persze ez a személy ott alul jelentheti a ti lelkitársatokat is, valami lelkesíti őt, szeretne valamit megvalósítani, de vannak még nehézségek, mert valaki uralkodik felette, és vannak ezek a korlátozások, jelen pillanatban visszahúzódó és befele tekintő. Most megtekintjük azt, hogy mi várható a szombati napon. A felső képen látható az egész világ. Ez utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Ez az út lehet egy közös életút a ti lelki társatokkal, vagy egy belső út és utal spirituális dolgokra. Alul a kard azt jelenti, hogy itt döntések lesznek. Persze, ami most az egész világot érinti, ez a politikai és a gazdasági helyzet, itt is lesznek döntések, és sorsforduló. Arra utal ez a sorskerék. Itt lesznek változások. De nem csak gazdaságilag, politikailag lesz így, hanem a ti életetekben is. Hamarosan lesz egy sorsdöntő fordulat. Ez a kard nem csak a döntéseket jelenti, hanem a kommunikációt. És mivel az egész világ itt van, az lehet internetkapcsolat, külföldi beszélgetések. A kard utal arra is, hogy elvágunk valamit, az lehet, hogy az utazások korlátozva vannak, és emiatt nem valósulhat meg,
vagy elvágjuk a félelmeinket, szimbolikusan, mondom ezt így, áttesszük magunkat ezeken a dolgokon, lesz egy nagy változás, ami ki fog hatni a mi sorsunkra, és ez mindenütt az egész világon. És most megtekintjük azt, mi várható a vasárnapi napon. Ezen a képen ott felül újra egy királynő látható. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, és az utal az érzelmeinkre. Ez áll most a középpontban. A királynő alatt ott vannak a kelyhek, és utal az álmokra. Ha mi ezt hisszük, hogy egy álom megvalósul, akkor az szerencsét hoz. Ha mi ebben nem hiszünk, akkor nem teljesedik ez be. És erre tanít bennünket ez a fő papnő, a harmadik kártya ennél a kirakásnál. Ez a kombináció azt is jelenti, hogy a lelki társatok álmodozik rólatok, és ez az álom megvalósulhat. De nem a mai napon, hanem benne van ebben a sors könyvben, amit ez a fő papnő a kezében tart. Ez az úgy nevezett Akasha krónik, amiben a sors utak meg vannak írva. Tehát ez nem véletlen, és ebbe bízzatok. Erősítsétek most hétvégén a hitet. Akkor is, ha nem azonnal teljesedik be, a hitünket kell, hogy erősítsük, mert ezek az álmok megvalósulnak. Vagy ő hisz abban, hogy ebből lesz egy szép párkapcsolat. Itt fontos a bizalom. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!